Sziasztok, kasszok, itt Tomi, és itt vagyunk a showunk 2 totálból, és folytatjuk a sima zuhagyáratunkat, hogy itt hagytuk abba, hogy a Sony klánt éppen tervezze minden kitakarítani a kis területünkről, mert indokolatlanul van itt. Ugye ezt meg is beszélhetjük. No. Mert nagyon belemennék itt, hogy elkezdek itt csinálni mindent, közben ugye magyarázni is kéne. Van itt nekünk egy mecukénk, amit ide hoztam, ugye kémkedés céljából, ezt elküldjük hicembe. Hizembe, mindegy. Az lényeg, menjen oda. Ő lesz ott, kérlek, ha lássad a miniszter, idézőjelbe. Tehát ő fogja itt nekem tartani szépen a közrendet majd idővel. Ezt a hadvezért ide hozzuk. Nagyon zsír. Und, illetve. Ja igen, az adókat nem húztam le, azért van ilyen rossz közrend itt is. Jól van. Akkor most, hogy ezt megoldottuk, most már kihozhatjuk ide nyugodt szívvel a sereget. Jó. Ugye eddig, amit a hadjáratban konkrétan leszartam, az az volt, hogy ugye a kereskedelmi csomópontokat itt elfoglaljam. Ugye 1552-ben vagyunk, és nagyjából 1560-ig szeretnék nem csinálni semmit, csak ülni itt, pénzt termelni, meg sereget. Tehát, hogy az 8 év. Nem tudom, videóban az mennyi lesz, azért remélem nem annyi, de... Ugye kicsit megpróbálom izgalmasabbá tenni, hogy közben itt magyarázom mi, hogy, meg miért. No. Menjünk szépen sorba. Osumi az teljesen rendben van, azzal most nem csinálunk semmit. Szacuma már annál kevésbé. Ugye itt van egy fegyverkovácsunk, ami ugye... jobb fegyvereket ad, ezt lebontjuk. Ez nekem nem kell. Ezt át fogjuk építeni páncélos történetre, tehát hogy páncélt adjon. Annak az lesz a lényege, hogy ugye az első, amit kifejlesztünk, az lesz a bronzpáncél, de a második az ugye már az ezüst. Ugye, ahogy írva van, kiváló páncél, ugye nekem azt kell kifejleszteni. Aztán, hogyha ez megvan, akkor elkezdünk csinálni katonás szamurájukat, amiket pedig szépen ide fogunk küldeni Buzánhez. Itt lesz egy ilyen sereggyülekező pont, és majd innen fogunk ugye megindulni ide kelet-tebre. Nagyon jó. Akkor most, hogy ezt tisztáztuk, azt még csináljuk meg, ugye Hiúgában van egy karforgató iskola, tök fölöslegesen, mivel hogy innen egy darab egységet nem fog csinálni, ezért itt lebontom. Ezt átépítjük ugye piacos településre. Illetve ugye Hizem meg Cukushi az mind a kettő pénztermelő provincia lesz, nem provincia, tartomány. Ugye... Jó, rendben, ezt el is van kezdve, ezt a Jari kiképző udvart itt lebontjuk. Át fogjuk építeni ugye szakét anyára. Lesz majd ugye ninjánk, minden ilyen hülyeség. De ugye most itt a pénz lesz a lényeg, illetve itt majd ugye itt várom, hogy esetlegesen ez itt felszabadul, vagy az, vagy tök mindegy. És ugye azt, hogy gyorsan le fogom rohamozni 8 kereskedő hajóval, és akkor lesz pezónk. Na, nézzük. Nem kereskedünk se az Ódával, se a Hojóval. Az Ódával próbáljunk már megkereskedni. Nagyon helyes, elfogadta, nagyon helyes. Mert én volna más mondani, hallod. Oké, zsír, itt van egy sereg, meg Higóba is van egy pár ember, de hogy minek, azt nem tudom. Higóhoz ugye továbbra is megmarad a Jari lovasság számára kiképző helynek. Tehát úgy fog menni, hogy innen a katarász szamurájuk, innen a Jari lovasság, itt pedig Buzenbe az a tervem, hogy íjász szerzeteseket fogok csinálni. Azt, hogy a buddhista templom utáni, buddhista templom továbbfejlesztett verziójába tudok majd képezni, de most meg nem mondom nektek pontosan, hogy mi a neve, majd inkább korrigálunk. Nem akarok hülyeséget mondani, szó. Először is elkezdjük fejleszteni, ezt most hagyjuk egy picit az adóreformot. A lélek eszenciáját elkezdjük fejleszteni, ez ugye engedélyezi nekem a kolostort. Íjász harcos szerzetes, azaz. Azt akartam mondani az előbb is. Tehát ezt elkezdjük kifejleszteni, aztán átmegyünk ide a Way of the Bow-ra. Az a gyalogos íjász lőtér, ez mind a kettő kell ahhoz, hogy ki tudjam ezt képezni. Aztán megyünk rá ugye az adóreformra. Fasza. Na most, hogy ezt megbeszéltük, így nagyon ügyesen, meg minden frankó, akkor akár nyomhatnánk is egy kör végét. Ugye? És ugye várunk a csodára.
közben kávézok egy kicsit, úgyhogy nem gond, mert borzasztóan fáradt vagyok, de ez remélem nem fog így érződni annyira. Megpróbálok úgy csinálni, mintha nem lennék. Az megtört a szövetség oda, takéd a nagyszerű, annyira most nem érdekel engem, de valakinek biztos örömet okozott. Oké, okay, very good. Itt mínusz egyes lett a közrend. Két Jarit itt fogunk hagyni. Oké. Okay. Így, meg... Ó, nine. Így. Tehát ezekkel fogunk megindulni szépen majd ugye Bungó irányába, hogy jogos birtokomat visszavegyem. Amit ugye én hülye odaadtam a... Nem tudom már milyen otomóklánnak, azt hiszem. Az meg ugye... Aha. Ha most nem tudom, mit beszéltem, milyen otomó... Nem, ezt valaki kiirtotta, úgy volt, nem? De ezt valaki kiirtotta, aztán újjászületett. Ja, igen. Igen, mert tök mindegy, mert akkor is el fogom foglalni. Jó, rendben van. Úgy lesz, hogy... Buzent ezt itt megoldjuk, ezt az istálót le is bontjuk egy az egybe, mert az nem kell nekünk. Csinálunk egy mecukét. És ugye kettő mecuke lesz itt a helytartó. Kézműves termékek megszerező. Ugye azt kell tudni igazából, hogy Buzen az eléggé kompatibilis az íjászokkal. Tehát, hogy megnézzük a nyílkészítőket például, hogyha elkészítem, akkor plusz 10 a pontossághoz minden IAS egységnek, tehát minden távolság egységnek, ami azért annyira nem kellemetlen, sőt kifejezetten hasznos. Így van. Ezt idehozom, ezt a hajót. Aha. De jó. Szóval foglalt, nem baj, itt várunk egy kicsit, ugye ezek itt néha-néha egy-egy kör erejéig fel szoktak szabadulni. És ugye, hogyha az egyszer megtörténik, akkor én kurva gyorsan lecsapok rá. Azt csináljuk még, ugye hitszembe egy szakétanyát beszéltünk, meg egy ilyet. Az adókat azt egy picit felhúzzuk, ugye most jön az adókör. Adókör, bazznek, hát ez... Na mindegy. Illetve ide kéne még csinálni egy piacot, ugye azt felejtettem el, de azt majd csak a következő körbe. De ugye arról se feledkezünk meg nyilván. Aztán ugye most ebbe a körbe kiviszem a sereget Buzenből, azt a jó nagyot. És ugye ezt amiket itt hozok itt mögöttük, ez a pár egység, azok lesznek ott a közrend fenntartó erők. Ugye, készen létisek. Vagy nem tudom. Hogy meredjél meg. Ez a kis pöcs kivégezte a helytartó mecukaimat. Öcsém. Nem baj. Nem baj. A katanás szamurájt azt egyből ide is hozom. Na. Ó, nagyszerű. Kicsit sok a Jari. Mennyi fölösleges. Hát ennyi azért kell. Jó, itt megállunk ugye, tábort verünk, mert ugye egy az, hogy tél van, kettő meg nem tudnék elérni ideig egy kör alatt, úgyhogy teljesen fölösleges tovább menni, majd a következőbe. Buzen az most egy köcsök keresztény, félig keresztény város, úgyhogy gyorsan csinálunk egy buddhista templomot, ugye képzünk egy szerzetest, ami majd itt áttérítgeti nekem a kis dolgokat. Hiúgába csináljunk egy piacot, mielőtt elfelejteném és elkölteném másra pénzt. Igen. Ráállunk erre. Ez öt kör, ugye páncél. Mit akartam még? Igen. Kereskedünk mindenkivel, nagyon helyes. Jó. Nyomassunk még egy hajót ide, meg ide. Ugye Hizembe van egy rohadt jó kis kikötőnk. Innen csinálhatnánk akár, hogy... Vagy... 6 kobaja íjászhajót. Ugye itt ebbe azért, hogy most 4-es tapasztalatponttal képzem ki őket egyből. Tehát az azért elég király dolog. Így van, még 3 kör, 5 kör, jó, és még egy év se telt el.
kettő nagyon király. Na, tehát még 8 ilyen, aztán megindulunk. Legalább 8 vagy 9, esetleg max 10 évig fogok itt most várni, ugye? Előtérbe helyezett terveim ugye azok, hogy minimum 2 overrohadjál meg. Tehát, hogy minimum 2 teljes, normálisan összerakott sereggel fogok megindulni. Te nem akarsz itt megrohadni egy kicsit? Akár, vagy nem tudom. Várjál, hol van itt? Ez az ugye? Ez a könyvtár. Hát akkor ezzel képzelünk el a jó mecukékat, most akkor nem tudom mi van. Bazzik, itt hullanak, mint a legyek, hallod? Mindegy. Ezeknek ugye hadat üzenünk. Úgy van. Na, ez mind az, ami rám fog várni a következő körbe valószínűleg. Nem bántjuk most, még megvárom, hogy ő támadjon ki, hogy nálam legyen ugye az előny. Mert roppant kellemetlen, mikor nekem kell belemászni a szamurái jászoknak a kis kellemes sortüzébe. Oké, na itt megcsináljuk a nyílkészítőket, nagyon helyes. Közben itt ugye a hajókat így rakjuk egybefelé. Aztán nagyon reménykedek, hogy ez itt fel fog szabadulni végre. Adókat ugye felhúzzuk egy picit. Most még ugye szinte semmi pénz nem jön körönként, tehát ilyen 3500 most nagyon magas adón, de... hogy sikerülne elfoglalni egy-két ilyen kereskedelmi csomópontot, ugye 8 kereskedőhajóval, az már azért komoly pénz lenne. No. Kitört a gyerek úgy, hogy... 3 csapat íjjásza van. Nekem is. 2, 4, 5, 6 csapat lovasra kéne nekem most számítani. Húva. Jó, hát ezt ugye lejátszok nyilvánvalóan. Jarjasugarukat előre fogom küldeni, ez biztos. Azokat én nem sajnálom, alapból fel lesznek oszlatva, hogyha úgy van, mert azokat én nem fogom tovább vinni. Tehát most már csak normális izmos egységekkel fogunk támadni. Hát elég érdekes a terep, azt figyelem, tehát itt egy domb, ez ugye a miénk lesz, és esetlegesen ide kéne nekünk berendezkedni. Így van. Ja, nem is olyan rossz ötlet. Ugye ő meg dombon kezd, tehát hogyha most én támadnám meg, akkor elég szívás lenne. Hát mondjuk, hogy én támadnám meg, akkor én váratosra volnék, de mindegy. Ígyunk még egy kis kávét inkább. Oké. Okay. Szépek vagytok, meg ügyesek. Hát megmondom őszintén, kicsit komolyabbra számítottam. Most így annyira nem húgyozom magam keresztbe ettől a nagy domtól. Hát ez már inkább, látod? Tehát ez már így azt mondom, hogy ez jó lenne. Hogy legyen. Jó. De itt meg már a... térkép széle van. Na várjál. Hát már pedig én most ide fogok berendezkedni, most akármi van. Óhohó, várjál már, hát van itt még izé is. Jobbra-balra ilyen kis település. Azt figyeld. Még nem, de most úgy csinálok, mint hogy bármit érnék vele. Várjál csak. Az hülyeség, hogy nem érek vele semmit. Ide, hogyha mondjuk így... Nein, nem jó. Nyílt terepen ugye semmi értelme. Nem tudom. Most akkor csak ez a domb fog maradni szerintem. Oda felpakolnám ugye az íjászokat, aztán... Névileg az úgy jó lenne. Jó, hát figyeljetek, megpróbáljuk így. Aztán hát lesz, ami lesz. Viszont én is hülye vagyok, mert most ezzel egy gond van. A hadvezéreket valahol ide kell leraknom. Érdekes. Na jó. Valahogy így. Pont nem.
Hát onnan jön. Innen jön, tehát ilyen szögbe kéne felraknom az íjászokat. Ja, pont jó van, helyes. Na ugye ezek úgy fognak kinézni, hogy a szamurájukat berakom így ide. A Jarikat egy kicsit előrébb. Ugye a Jarik az egyetlen egységeim, amiket kurvára nem sajnálok. Oda a lovasságot. Jobb mondva azt egy kis három hadvezért. És ugye ez most úgy fog kinézni. Mert ugye berakom Jari falba. Az biztos. Várjunk egy picit, itt a szélnél itt meg lehetne azt csinálni, hogy... Ó, nagyon jó. Ezt pont most egy hirtelen találtam ki, de ez pont így volt eltervezve. Várjál. Így. Itt meg ugyanezt meg tudjuk csinálni. Ugye mondhatni, egy kicsit védekezünk itt a lovasság ellen. Ezt is idehozom inkább, mert hogyha itt esetleg itt megpróbál minket megkerülni az ő hadvezéreivel. Meg ugye van neki egy Jari lovassága is, ami elég kellemetlen a lovassai egészségére. Akkor itt egy kicsit ugye tudunk majd korrigálni. Jó, hát ennek itt elvileg most működni kéne. Van itt egy kis domb, ugye... Annyi. Arra számítottam, lesz itt egy valami hegy, vagy nem tudom. De nem lett. Ugye ez van. Itt a lőtávunk. Hát remélem nem fog itt megállni és innen lőldözni, de hát majd kiderül. A hadvezérével valamit nagyon szeretne. Igazából semmit nem tud, mert Jari falon úgyse fog átjönni. De hát majd meglátjuk. Ó, de! Ez itt valamit nagyon szeretne. Ó! Azt figyeld! Ugye én sem vagyok hülye, tehát nyilván a hadvezérét egyből le akarom vágni. Mind a kettőt lehetőleg. Ó, na. Szépen. Oda. Várjál. Hát igazából tök fölösleges. Várja. Lassan majd ki is kéne jönni majd amúgy a Jari falból, de most miért itt csinálja, bazzeg? Ne undorítóskodj már, állj már be normálisan. Így. Hát beszarok. Ó, de ügyes vagy. Jó. Így van, jön minden lovasság, minden szar. Így van, én ugye nem bántom az én hadvezéremet. Ó, várjunk. Így. Így van. Jó, most már akár ki is hozhatnánk egy kicsit. Remek, te táposodj be oda. Ó, bazzeg a Jari lovasságodat. Jó, hát le kell vágni. De azért mondom, hogy a Jari lovasság az konkrétan lovasság ellen van kitalálva, szóval annyira nem kellemes. Így, kicsit biztatjuk őket. Az íjászokat egy kicsit eltakarítjuk. Mondok jobbat, menjünk a hadvezérére. Mondjuk elvileg kettő van, vagy nem tudom. Hát az ott felborult, mint egy... nem tudom. De felborult az a lényeg.
Közben ugye menni kell, mert ez így nem lesz barátságos, hogyha ezek itt tovább lövöldöznek. Nem nagyon akar meghalni azt, vagyis nem meghalni, megtörni. Remek, ezt a hadvezért azt itt kicsit eresszük már meg ilyen nyilakkal, vagy hasonló. Te menjél, azokat vadázz le. Remek, ugye, hát, ja, ahogy mondtam, ugye a Jarikat nem sajnáltam, az látszik is. Jó, Remek, te ezt fejezd abba. Mert ez így nagyon rossz. Azt a maradék hadvezéri testőrséget nem kéne megölni. Sőt, így. Hát valamennyi mindenképpen el fog futni, de őszintén teljesen mindegy. Így is, úgy is megkapom őket. Mármint ugye a települést, ami nem volt hosszú csata, tehát így konkrétan ugye 3 perc, vagy valahogy így. Nem mondanám, hogy nagyon szétuntuk a fejünket. Hát ugye a katonások nem sok embert vesztettek, az látszik is. Hát a Jarik már annál inkább, de hát ugye ők arra vannak kitalálva, hogy itt megfog... Golyófogók, na hát most, hogy mondjam szebben. Hát ez a szoros a túlzás, de jó. Az a lényeg, a golyófogók megvoltak. Úgy is feloszlattam volna őket, szóval teljesen mindegy. Még helyőrségnek se fogok ott hagyni semmit, mert ha lesz egy, hogy hívják, egy szerzetesem, az ugye teljesen át fogja téríteni a kis településnek a vallását, Bushidóra, aztán már helyőrség sem kell bele, mert ugye ő lesz ott a miniszter, aztán szépen fogja tartani a közrendet. Na. Na nézzük. Ki jött meg a legtöbbet? Hadvezér, Yashigaru. Ez még hagyjad. Hát az Ashigaru íjászok azok arattak, az látszik. Tapasztalat, hadvezér. Ó, nagyon jó. Helyes, de hogy kötünk békét, hülye vagy. Minek kötnénk békét? Jó. Adókat vissza normálra, és végre el tudjuk foglalni. Hát ez már úgy automatikus csata, tehát itt már nem fog szarakodni. Békés elfoglalás, a hírnevünk most már kiemelkedő. Roppant érdekes, nem baj. Ezt a szar, ez ugye egy keresztény település, úgyhogy ezt gyorsan le is bontjuk, ezt a Nanban kereskedelmi kikötőt. Nekem itt ne Nanbankodjon senki. Mennyi van most? 4, akkor még kell 3. Igen. Itt még ugye képződnek, ebből kell még 2, aztán ez már 1 védőcsapat. Úgyhogy 8-as a történet. Jó. Igen, ezt az IS dojo-t azt azonnal bontsuk le, mert semmire nem fog kelleni. És lassan kezdjünk el ugye egy kis lépcsőzetes gazdálkodást is csinálgatni. Ugyanis... Így van, Buzenbe elkészült, akkor csinálunk is egy szerzetest. Ugyanis az élelemre is szükségem lesz. Tehát, hogy most jelenleg ugye nagyon szépen pluszba vagyunk. De ez még a későbbiekben megváltozhat, hogyha esetleg úgy hozza a történet, hogy fejlesztenem kell a városokat, akkor elég sok élelemre lesz szükségem. Jó, rendben van. Az egész kis sziget a miénk. Nem ezt tanuljuk. Kire találd itt, hogy te itt megmondod? A The Way of the Bow, ugye? Azt tanuljuk. Így van, pont az is kell hozzá. Így van, a kolostor, na, azt kell nekem kifejleszteni majd valamikor. Egyelőre nem bántjuk, mert egy kicsit túl sok. Oh, túl sok a fölösleges kiadás. Ó, ez is azért közre játszik, úgy látom, hogy nem is kereskedünk. Semmi gond, már is 3200 ugye a bevétel. És még az adókat fel se húztam, úgyhogy... Szerintem elmondhatjuk magunkról, hogy királyok vagyunk. Jó,
Még mindig van 7 évünk, szóval... Érted? Amit biztosan meg fogunk csinálni... Na, te a szerzetes. Na, vissza. Település felügyelete. Igen, és ugye azt kell tudni, hogyha beviszek egy ilyen ügynököt a települést felügyelni. Ezt most ne nézzétek, ez az alapból megkapom ugye a... város adottsága. Tehát, hogy bevisszük ennek is szépen lassan, egy kis cuccit megy felfele. És ugye folyamatosan fejlődik, miközben bent van egy településen. Ezért is rohadt jó ezeket itt megcsinálgatni. Berakjuk így a miniszternek. Ezeket itt feloszlatjuk. Já. Mert tök fölöslegesek. Nagyon jó bungóba csinálunk ugye egy buddhista templomot szintén, kikötőt, meg majd ugye a következő körbe esetleg egy utat. Jó, 6000-es bevétel, teljesen szimpatikus. A sógunátust felfedeztük, nagyon helyes. A következő körbe ugye visszük a kis hajókat. Ugyanis azokkal védeni kell majd a kereskedő flottát. Ha nagyon mákon van az összes kereskedelmi, hogy hívják, ott el tudom foglalni ezt a háromat, ugye nekem ez, ez a három, ami úgy igazán védhetően hozzám tartozik. Legjobban ugye a kalózoktól kell védeni a kereskedő hajókat, mert előszeretettel szokott olyan történni. Klánvallás, igen. Tehát előszeretettel szokott olyan történni, hogy amikor mondjuk itt hagyok egy csapat kereskedő hajót, akkor jön 5-6 kalóz, aztán így ő úgy dönt, hogy neki az kell, úgyhogy és olyankor szoktam általában elveszíteni a kereskedelmi csomópontokat, és egy ilyen csomópont miatt háborút indítani nem mindig logikus, vagy éri meg, vagy hogy mondjam. Tehát igen, nem mindig éri meg háborúzni egy kereskedelmi kikötő, kereskedelmi csomópont miatt. Ezeket itt ugye addig nem bántom, amíg nem tudok csinálni szerzetest, mert addig nincs értelme bántani. Te, meg te oszolj fel. Igen, akkor itt elvileg itt készen is vagyunk. Nagyon helyes. Te ide vágódj be melléjük. Hidzenbe csinálunk egy játékbarlang, nem. Annyira gazdagok még azért nem vagyunk, hogy itt egyből fejleszgessünk. Viszont egy kereskedelmi kikötőt azt mindenképpen megcsinálok, mert ugye jó legyen egy kolostor is, mert a kereskedelmi kikötő az mindenképpen fontos. Itt is a következő körben is fogunk majd csinálni egyet. Arra félreteszünk ugye egy kis zsetont. Jó. Rendben van, amúgy egész szépen haladunk, azt meg kell hagyni. Szóval akár mehetne is egy kör vége. És... Igen. De szép lassan egy kis pénzt összeszedünk, ugye kis tengeri hatalmat is verbuválunk, ugye, hogy ne az legyen, hogyha háborúra kerül a sor, akkor itt megföljünk a tengeren. Mert az senkinek nem jó, pláne nem nekem. 2, 4, 6, 7, akkor még ugye egy jön, így van. Itt megnézzük, hogy van-e valaki? A hogyók, nagyszerű. És hát nem, de mindegy. Hadd legyenek ott, én most azokkal nem fog háborút intani, érte? Bungó, bungó, helyes. Csináljunk egy szerzetest, nagyon helyes. Ötös a közrend, az elég kevésbe az ahhoz képest, hogy mekkora sereg van benne. Utakat fejlesztjük mindenképpen, mert a seregeknek haladni kell. Nine, ott lehet kereskedni, nem? Nem. Még három kör. Hát a morikat miért nem darálják lefele, vagy most mi van? Ugyan jól tartják magukat? Mindegy, mert akkor lehet nekem is közbe kell szólni, egy kicsit érted. Aztán majd én elmondom, hogy mi legyen, meg hogy. Na ezt megcsináljuk az erősséget, mert kell egy... hogy hívják? Mi ez? Szakét anya ide is. Ja, bazd meg, elfelejtem az épületeknek a neveit, hogy besírsz. Jó. Attól ugye még hajókat csináljunk.
Így, meg majd még ebből kell kettő darab. Tehát annyit kell tudni, hogy egy 8 hajóból álló flotta az egy védőhajó had. Tehát hogy azzal védjük a kereskedelmi kikötőket, nem kikötő csomópont, még mindig. De nem feltétlenül kell 8, de nem árt. Jó. Buszembe elkészült valami. Ja igen, a nyílkészítők. Ugye ez is növeli már most a pontosságát az íjászaimnak. Nem, még annyira nem vág föltöz a dolog. Jó, rendben, ezt a szaros keresztény vallást itt térítsük átfelé buddhizmusra. Kereskedelmi kikötő, így van, az mindenképpen. Arra szükség van. Így van, te vágódj be ide mellé szépen. Így van, kész is van a teljes kereskedő flottánk. Ó, hát nagyon király, nagyon jó. Helyes. Jó, hogy állunk a... ezt kér, nekem 3500-at rá kell szánjak. Aztán ugye mehet a seregképzés is. De azért egy kicsit meg kéne magunkat szedni, hogyha már itt vagyunk. Mert nem csak vak vezet világtalamba kell építkezni, hanem egy kicsit gondolni kell arra is, hogy mi lesz, hogyha itt megköszöntenek a rosszabb napok. Gondolok én itt a háborúra például. Amit biztosan meg fogok most csinálni, az az, eljünk ide. Ezeket itt hagyom. Igen. Sőt, egyet meg ide hozok. Ezek azért kellnek, ezek ugye mondhatni megfigyelő hajók. Tehát, hogyha ez mondjuk innen eltűnne a következő körbe, akkor nem az, hogy most meg kell várni, mi kiképződik, ami ezt gyorsan ráküldöm, és akkor az enyém a csomópont. Tehát ennyire rafináltnak kell itt lenni, bazzeg, nem hiszed el, mi? Beszarsz. Na mindegy, ez a lényege. Na jó, a normális sereget vigyük el Buzenbe. Ezek meg itt elhülyéskednek majd egymással. Ebbe az a jó a szerzetesben, hogy van egy olyannya, hogy lelkesítés. Tehát lelkesíti a városokat, ez rohadt jó dolog egyébként. Kiváltképpen hasznos. Nos, hát szerintem ez a részed most ugye ennyi is volt.